Hagyományteremtő szándékkal idén második alkalommal szervezik meg a Kárpát-medence táncaira épülő szóló táncversenyt. Erről beszélgetünk vendégeinkkel, Andóné Kujbus Nórával és Bujáki Anettel. Sziasztok! Hát a tavasz gyönyörű színében pompáztok, és tulajdonképpen valamelyest akár azt is szimbolizálja a mostani dresszkódotok, hogy már szárba szökkent, ugye szinte már szárba szökkent ez a verseny. És hát nagyon szépen virágzott is 2 évvel ezelőtt, úgyhogy méltó folytatását szervezitek. Úgy láttam, hogy február 25-e volt talán a jelentkezés határideje, jól láttam? Lezárult a jelentkezési határidő, még volt, aki évfél körül föladta a jelentkezését, erre szoktunk számítani. Így az utolsó jelentkezéseket, ahogy így összenéztük, 117 produkció lesz a színpadon, ugyan lesz, akik 2 fognak táncolni, mert a férfi embereknek többet kell teljesíteni, tehát ők 2 tánccal fognak fellépni. Egy felső tiszavidéki tánccal, ugye nekünk ez a szívünk csücske, hiszen itt ez élünk. A kötelező elem? Igen, ez a kötelező elem, és a másik elem pedig szabadon választhatja a Kárpát-medencéből a táncát. Nagyon szerettük volna, hogyha kedvenc táncaik valahogy belekeverednek ebbe a szórásba, és nem szerettük volna kihagyni a nagyecsedi roma táncokat sem, hiszen a nagyecsedi cigány és magyar hagyományok bekerültek a világkulturális örökségébe együtt, és szeretnénk ennek teret adni itt is. És jó kezdeményezés volt, mert már jött jelentkezés. Ugye mi lehet, hogy nagyon szeretnénk, hogyha egész Kárpát-medencét kitölteni az ország, illetve a magyarság táncai, de hát azért ide különböző népek táncai is illeszkednek. Ez a versenyre való jelentkezésben is megmutatkozott? Tehát jönnek esetleg a határon túlról is? Igen, és nagyon örülünk neki, határon túli magyar csapatok érkeznek szólistákkal. Mi nagyon örülünk, hogy Kárpátaljáról érkeznek a Kokas család táncosai. Nem titkolt szándékunk, hogy a határon túli magyar együtteseknek a munkáját szemmel kísérjük, inkább ezt mondanám, hiszen kimegyünk, ők érkeznek hozzánk, és nagyon nagy öröm volt, hogy ők is megmutatják, hogy mit tudnak. Anett, reméljük, hogy téged nem kell bemutatni, egy egész ország és egész Nyíregyháza szorított nektek, ugye a felszállott a páva versenyén. Mondjuk neked személy szerint a Kárpát-medencei táncokkal kapcsolatban milyen emlékeid vannak, vagy mik voltak a legkülönlegesebb fellépéseid? Igazából említhetném a 2 évvel ezelőtti Kárpát-medencében élek nevezetű ugye versenyt. Igazából hozzám ugye nyilván Szatmár áll közel, a nagyecsedi táncok, és 2 évvel ezelőtt mi a Patrikkal elindultunk, és hál' Istennek jó sikereink voltak ebben a versenyben, és akkor gondolkoztunk el azon, hogy Andóné Kujbus Nórával, második édesanyukánkkal, így is fogalmazhatunk, végig kísérte a mi kis pályafutásunkat, hogy a felszállt a pávába fel kellene adni a jelentkezést. Úgyhogy igazából mi ennek a versenynek is köszönhetjük azt, hogy mi elindultunk a felszállt a pávába. És mi már most úgymond a megnyitóban fogunk szerepelni. Most nem fogunk indulni a Patrikkal, most már csak tanítványokat viszünk. Úgy gondoltuk, hogy most nekünk ez éppen elegendő. Úgyhogy hány évesek a tanítványaitok? Patrikkal külön dolgozunk. Én nagyecseden dolgozom az egyik kollégámmal, Patrik pedig megint egy másik telephelyen dolgozik, de általános iskolás gyerekekről beszélünk, alsó tagozatos gyerekekről, igen, főleg. De Patriknak vannak felső tagozatos gyerekei is, és középiskolás gyerekei is, akiket indítani fog majd a versenyen. Gondolom, Nóra, számodra azért hatalmas öröm, amikor ilyen eredményeket érnek el, mint amilyet Anették, de azért a legelső szempont biztos az, hogy megszeressék a táncot a gyerekek, és valahogy az életüknek a része legyen, és bármilyen rendezvényen, ha megszólal mondjuk a népzene, akkor akár táncolni is tudjanak rá. Itt kifejezetten ezen a versenyen mi volt a motivációja egyáltalán, hogy megszerveztétek? Szerintem, és ez változott-e mondjuk a 2 évvel korábbihoz képest? Szerintem megtaláltad a lényegét, hogy miért is szerveztük ezt a versenyt. Nagyon sok verseny van, nagyon sok néptáncos fesztivál van,
jön a zsűri, elmondja a véleményét kedvesebben, kevésbé kedvesen, különböző hatásokat érnek el a versenyzőknél, de mi kifejezetten azt szeretnénk, hogy ez egy olyan verseny legyen, hogy mondja el a zsűri, és tanuljon belőle a táncos, de úgy, hogy magáénak érezze azt a véleményt. Tehát egy nagyon barátságos hangulatot szeretnénk kialakítani egy baráti társasággal, hiszen mi egy nagy család vagyunk a néptáncosok, mindegy, hogy hagyományőrző, vagy profitáncos, vagy félprofitáncos, vagy egy akármilyen iskolai együttesben táncoló gyerekről van szó. Gondolom, hogy ilyenkor rengeteg szülő, nagyszülő, rokonok, barátok, lehet még jegyet kapni, vagy egyáltalán még azt sem mondtuk, hogy hol lesz és mikor lesz ez a... Az Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban lesz március 9-én, 10 órától kezdődik hivatalosan a verseny. A belépés díjtalan, és mindenkit nagy szeretettel várunk, és kivetítőkkel készülünk a termekben, nagy segítséget kapunk az intézménytől, a gimitől, hiszen a technikai feltételeket ilyen szinten biztosítják. A talp alá valót a bürkőzenekar fogja szolgáltatni, hiszen évek óta visszatérő zenekarunk, és nagyon-nagyon szeretjük, amikor ott vannak a versenyeinken. Hát azt hiszem, hogy egy nagyon szép nőnapi ajándékcsokor lesz, úgyhogy akár azokat is várjátok szeretettel, akik esetleg most gondolkodnak abban, hogy mondjuk az unokájukat vagy egy gyermeküket majd elindítják, akár egy ilyen fantasztikus karrier felé, mint amit ti betáncoltatok. Hát köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a rendezvényhez. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk.